Ebben a nagy melegben a legjobb a citromfagyi. Hogyan látjátok, nagyobb hőhullámok idején megnövekedik-e a forgalmatok? És mi az, amit az emberek legszívesebben fogyasztanak ilyenkor? Tehát mondjuk gyümölcsíz, mi az, ami fogy, és esetleg a fagyi mellett mi az, amit még szívesen vesznek, hogy hűtsék maguk? Természetesen azért érezzük a forgalom növekedését ezekben a meleg hőhullámokban, de alapvetően azért a túlmeleg se kedvező nekünk itt a belvárosban, mert akkor már egy kicsit csökken a forgalom, tehát olyankor az emberek inkább a strand felé vágynak el, vagy a vizekben. De természetesen a jó meleg az nekünk az jót tesz, viszont ugyanúgy, mint ahogy a mezőgazdaságnak, mi is örülnénk, hogyha már egy kicsit jönne egy kis eső, vagy egy kis igazi lehűlés is jönne ide hozzánk. Ti hogyan látjátok, mi az, amit a leginkább fogyasztanak az emberek, milyen ízek fogynak a legjobban, és esetleg a fagyi mellett mi az, amivel hűtik meg magukat? A fagyi mellett a jégkását választják az emberek, a fagylaltjainkból pedig az emberek maradtak még ugyanúgy a retro ízeknél, mint a citrom, csokoládé, vanília, de emellett kelendőek szívesen nyalogatnak az emberek ilyen újabb ízeket, mint a nosztalgiakrémes, tejbe grisz, étcsokoládét. Ti mértétek egyébként, hogy mennyi volt itt a teraszon a legnagyobb hőmérséklet, és akkor sokan voltak? Amikor volt egy ilyen 40 fok, akkor természetesen a terasz az tolongott az emberektől, mindenki nyalta falta a fagylaltot.